Idén is megszervezte a Fejér megyei szakdolgozói napot a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara megyei szervezete. Az esemény konferencia és egyben díjátadó is volt, ahol a Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház több dolgozója is díjat vehetett át. A díjazottak között volt Szabóné Sáfár Ilona, a Szent Pantaleon Kórház ápolási igazgatója, aki a kamara aranylámpás díját vehette át. Nagyon megtisztelő ez a szakmai és kamarai egyesületi elismerés. Azt gondolom, hogy rajtam kívül az 550 dunaújvárosi szakdolgozónak is díja egy kicsit, és hát nagyon-nagyon nagy megtiszteltetésnek gondolom, hogy én ezt itt megkaptam. Harmadikként a megyében, mint mondták, ez egy megyei alapítású díj, részben a szakmai tevékenység, részben a kamarai szervező munka elismeréseként. Szabóné Sáfár Ilona hozzátette, a jövő évtől visszavonul, hiszen 39 éve dolgozik az egészségügyben, és egy szép emlékekkel teli, tartalmas korszakot zár majd le visszavonulásával. Nyugdíjba készülök, 40 éves munkaviszonyom lesz a következő esztendőben, és ezzel a lehetőséggel szeretnék élni, de azt gondolom, hogy nagyon szép pályát hagyok magam mögött, hosszú volt, fárasztó volt, de tartalmas, és nagyon-nagyon szép élményeket jelentett, és szép emlékeket fogok magammal vinni a nyugdíjas éveimre. Az eseményen részt vett Mészáros Lajos, a Szent Pantaleon Kórház igazgatója is, aki elmondta, büszke arra, hogy az aranylámpás díjat a Dunaújvárosi Kórház ápolási igazgatója kaphatta meg, és ezzel elismerést kapott a szakdolgozói kamarától több évtizedes meghatározó munkásságáért. Hozzátette, bár az utóbbi időben jelentős támogatásokat kaptak, erőforrásaik szűkösek, ezért is van szükség az elhivatott, lelkiismeretes dolgozók munkájára. Bizonyos fokú és pedig elég komoly segítséget jelent az, hogy az utóbbi évtizedben jelentős Európai Uniós forrásból komoly fejlesztések valósulhattak meg, mind az épület, mind pedig műszerfejlesztések, ezek jelenleg is folynak, ez Dunaújvárosban több mint 6 milliárd forintot jelentett a központi műtőpályázat, a sürgősségi osztály, orvosi eszközbeszerzés, CT-beszerzés, stb. Ezek még folyamatban vannak. Ez egy pozitívum, de sajnos a forráshiányt ez nem szünteti meg, és az emberhiányt sem. Ezért a szakdolgozók, elsősorban a szakdolgozók és az orvosok részéről az elhivatottság nagyon sokat számít, hogy fennmaradhasson a munka, és gyógyulhassanak a betegek. A Magyar Egészségügyi Szakdolgozók Kamarája negyedik alkalommal rendezte meg a Fejér megyei szakdolgozói napot. Az eseménynek a Dunaújvárosi Polgármesteri Hivatal C-szárnya adott otthont. A rendezvényen a Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház több dolgozója is díjat vehetett át. A DSTV híradóját Csetnegi László tudósította.